3D, a videó hírügynökség. Töltse le ingyenes applikációnkat iOS-re és Androidra. Kicsi lány, ó, szia, hello, álljuk össze, mint két kicsi Lego, ó, na figyelj. Mi a kedvencetek? Nekem a Star Wars. Nekem is. Na nézu, 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 kicsi lány, ó. És most miket gyűjtöttél össze, miket vettetek? Legókat. Na de milyen legókat? Sendőket. Össze lehet rakni, meg szét is lehet szedni, és át lehet alakítani valami másra. Legfontosabb az, hogy ma nyílt meg Magyarország második LEGO sztória. Ugye tavaly nyitottunk egyet az Árkádban, és most az Alléban. Ha jól néztem, olyan több ezer ember előtt sikerült 10 órakor megnyitnunk a második boltot. Magyarország tulajdonképpen egy ilyen LEGO nagyhatalommá vált az elmúlt évek során. Ez mindenképpen érdekes. Az is nagyon érdekes, hogy a régióban először ez a bolt, meg az Árkádban lévő boltunk kapta meg a LEGO Store certifikációt. Tehát igazából most már tulajdonképpen ugyanolyan feltételekkel rendelkezünk, mint mondjuk egy LEGO által nyitott bolt. Oh, szia, hello, álljunk össze, mint két kicsi Lego. Magyarországon nagyon sikeres a minifigurák, tehát az összes, ami ilyen gyűjthető kis minifigurák, a Star Wars franchise, illetve hát rengeteg olyan dolog van, a Friends a lányoknak, úgyhogy City, ami már egy évtizedek óta egy hatalmas brand a LEGO életében. Hogyha összeraknánk az időt, amit foglalkoztam vele, akkor körülbelül egy két hetet tenne ki. A tervezéstől a teljes megépítésig, de ez elhúzódott mondjuk egy ilyen egyéves időszakra. Filmezünk az ágyban. Csak akkor bulizom, ha úgy van, és... Az előző LEGO boltnál is ott voltam, igen, én nyitottam meg, ez most már második alkalom, nagyon szeretek legózni, és hát nekem is egy óriási élmény egy ilyen boltba belépni, mert kicsit ilyen gyerekké válok, és én is így csodálódva szemlélődöm, hogy milyen legók vannak, és milyen újdonságok esetleg. Gyerekkoromban a legózás úgy zajlott, hogy néztünk nyugat felé, és néztük a nyugati gyerekeket, hogy bezzeg ők legózhatnak, miközben Magyarországon nem volt LEGO. Kicsi lány, oh, szia, hello, álljunk össze, mint két kicsi lány. Hát régen nagyon sokat legóztam gyerekkoromban, és az utóbbi időben is elég sokat. Most már csak Star Wars-os legókat rakok össze, abból is keresem a kicsit nagyobb figurákat, hogy minél hosszabb ideig le tudjon kötni. Hát igazából nagyon ki tud kapcsolni, és akár képes vagyok több órán keresztül is aprólékosan rakosgatni, csak hogy kész legyen a mű. Én soha nem gondoltam volna, hogy valaki órákkal előbb képes sorbálni mondjuk egy legóért, és nagyon-nagyon meglepett még az is, hogy itt valakik már 6 órakor itt voltak. Két kicsi legó, oh, na figyelj már, mondom mi a szitu, te lány, én meg fiú, na nézu, 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 kicsi lány, oh, szia, hello, álljuk össze, mint két kicsi legó, oh, na figyelj már, mondom mi a szitu, te lány, én meg fiú, na nézu, nézu, nézu.